Mondjak egy kis humoreszket is, egy kis vidám dolgot, aztán majd utána jön a komolyabb. Moldova György szatírája, egy sielő nőről szól, lefelé a lejtő. Egy még fiatalos, gondokban megszűkült, 57 éves asszony meséli. Amikor nyugdíjba mentem, úgy éreztem, kinyílt előttem a világ. Se kutyám, se macskám, csak magammal kell foglalkozom, és végre megvalósítottam életem két nagy régi álmát, vettem egy piros kalapot, és megtanultam síelni. Aztán a piros kalapot a szekrény mélyére dugtam, tudnék, a barátaim hamis kártyásnak neveztek, hogy tökre pirosat teszek. De a síelés határozottan szenvedélyemmé vált, a norma falankásabb lejtőink kezdtem. A trénerem eleinte nem sokat várt tőlem, azt mondja, vegyek néhány erős edzést, aztán hagyjam abba. De én kitartottam, és egyre meredekebb lejtőkre merészkedtem. Végül tavaly úgy döntöttem, hogy kimegyek Ausztriába, és megpróbálkozom a nagy alpesi pályákkal. Befizettem egy 9 napos tiroli útra, és vettem egy csodálatos, egybeszabott, kék síoverát, csupa zseb, csupa cipzár, térdem párdáz, a bokában rafogát, mit mondjak, gyönyörű darabot. Ott állok a pálya tetején, én Kovács Valéri a Népszínház utcából, hátsó udvar Csigalépcs. Ott állok, vettem egy mély lélegzetet, és elindultam. Az első szakasz simán ment, de a nagy meredek előtt egy kis pihenő részen megálltam egyet lihegni, de nem csak lihegni kellett, úgy látszik fölfázhattam, és mivel a dolog sürgősnek látszott, körülpillantottam, nem látva senkit, lekuporodtam. A baj csak az volt, hogy a szuper overallomat középen nem lehetett szétkapcsolni, csak egybehúzhattam le. Pulóver a nyakamba, overall a bokámon, így váltól bokáig teljes natúr szépségemben jutott. Szóval lekuporodtam, és a költővel szólva a munka éppen a dandárjában volt, amikor legnagyobb megdöbbenésemre a sínéc megint bevitt. Először csak szép lassan csúsztam, aztán felgyorsultam, végre üvöltve száguldottam lefelé a meredek lejtőn. Ha a nyakam nem akartam kitörni, muszáj volt felállnom, pulóver a nyakamban, bugyóver áll a bokámon. Hát mit mondjak, voltam már boldogan. Végül megszíroztam egy bokrot. A bokor nem tudom kitérni, bal csuklón kificamodott, a jobb kezemben végre föl tudtam húzni a bugyimat. Később a hegyi mentők értem jöttek és levittek az első segélyhelyre, ahol egy bőrkanapén egy öreg fiú feküdt törött lábon. A síléce roncsaival épp akkor gyűjtöttök be a pályára. Míg az orvos megérkezett, beszélgetésbe elegyedtünk. Ön szintén kezdő uram. Sajnos az. Életemben most sérültem meg először. 40 éves élek. Mi történt? Jaj, az maga volt a pokol. Siklok szépen lefelé a magam gyönyörű, nyugodt tempóján, amikor mögülem hirtelen fölbukkan egy boszorkány, pulóver a nyakába, overall a bokáján, egyébként teljesen messze. Még a vakbér operáció helyét is jól látta, egyébről nem is beszélt. Annyira megdöbbentem, hogy neki mentem egy pán. Maga is az ő áldozata. Igen, mondtam, és eltöprengtem, hogy vajon mennyi levonással adják vissza a 8 napi üdülési díjat.